Az ízületi betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete már 4 éve működik. Az azonos betegséggel élőket próbálják összefogni és különböző programokat szervezni számukra. Jelenleg 67 fő a taglétszám. Orvosbeteg találkozókat szerveznek, ahol mindig egy-egy új témát tudnak megbeszélni a szakemberekkel. A legtöbb konzultációt az ízületi betegségek témakörben szervezik. Az ehhez kapcsolódó rendezvényeinken olyan orvosokat szoktunk meghívni, ami ebből a betegségből adódóan egyéb szervet is érint, mert ugye mondjuk egy reumatoid artriszit, egy sok ízületű gyulladás, azért ez a test érrendszerétől a szív problémákig, tehát bármi mást is, anyagcsere problémákat is okoz, tehát igyekszünk olyan orvosokat, ami ebbe a témakörbe vág. A keddi rendezvény témája az indokolatlan és tisztázatlan betegutak volt. Mentőt hívni, illetve sürgősségi osztályra menni csak olyan esetben kell, amikor valami olyan hirtelen fellépő kórkép vagy állapot rosszabbodás áll be, ami azonnali ellátást igényel. Ezzel sokan még mindig nincsenek tisztában. Számos alkalommal tapasztaljuk azt, hogy felesleges mentőhívás történik, hogy felesleges ellátás történik a sürgősségi osztályokon. Nyilván nehéz erre pontos statisztikát mondani, de azért azt lehet látni, hogy az ügyeleti ellátásban, illetve a sürgősségi ellátásban megjelenőknek akár ilyen 70%-a is indokolatlanul veszi igénybe az adott ellátást. Adott esetben igazándiból a házi orvosi vagy szakorvosi ellátás elegendő lenne. A januártól életbe lépett triázsrendszer volt a másik kiemelt téma a fórumon. Ennek célja, hogy felismerjék, ki az, aki azonnali beavatkozásra szorul, és minimalizálják a beteg maximális várakoztatási idejét. A sürgősségi ellátásban elengedhetetlen a használata, főleg az olyan nagyforgalmú intézményekben, mint a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház sürgősségi betegellátó centruma, ahol naponta átlagosan 110 beteget kezelnek. Az első és második szint az azonnali életmentést jelenti. Az elsőben újraélesztés történik, a másodikban az úgynevezett kritikus állapotú páciensek kezelése. Ide tartozik a sokk, a légzési-keringési elégtelenség és az eszméletlen betegek ellátása. Ezeket 15 percen belül el kell kezdenie a szakembereknek. A további 3 kategóriában azt határozzák meg, hogy mennyi időt várhat a beteg biztonságban. A 3., vagyis a sürgős kategóriában a beteg 30 percet várakozhat anélkül, hogy tartós egészségkárosodást szenvedne. A 4. szint a kevésbé sürgős. Ebben az esetben 1 órát várhat, és általában vár is a páciens. Az 5. kategória akár 2 órás várakozási időt is előrevetíthet a beteg számára.